A Béri Balog Ádám katolikus gimnázium és általános iskola alsó tagozatos diákjai cipős dobozba csomagolt karácsonyi ajándékokkal tették szebbé az ünnepet a Siklósi Szent Imre katolikus általános iskola nehezebb sorsú gyermekeinek. Cipős doboz ajándékok készültek, ez egy cipős doboz akció tulajdonképpen, nem a nagy országos akcióhoz kapcsolódva, ám mégis az Egyházmegye berkein belül iskolák közötti akcióról van szó, hiszen a Siklósi Szent Imre katolikus általános iskolát támogatjuk. Ott zömében hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkoznak, és Kovács Józsi atya, aki ott az iskola lelkésze, ő kért fel minket, hogy esetleg támogathatnánk az ő gyerekeiket, az ő általa is tanító gyerekeket cipős dobozzal. És hát karácsony lévén természetesen kollégáimmal egyeztetve úgy döntöttünk, hogy beleállunk ebbe a dologba, és nagyon nagy örömmel készültünk. Úgy hirdettük ezt meg, hogy használt, ám még jó állapotú játékok, esetleg ruhanemű, egy kis édesség kerülhet a csomagba. Igazából nem tudjuk, hogy mi a csomagok tartalma, de hallomásból tudjuk a gyerekektől, hogy zömében új dolgokat vásároltak, tehát nem csak használt játékokat fognak kapni azok a gyerekek, akik ezeket a csomagokat majd átvehetik. A Siklósi Szent Imre katolikus általános iskola minden diákja névre szóló csomagot kapott a tamási katolikus alsó tagozatos diákoktól és a pedagógusoktól. Kovács Józsi atyától elkértem az iskola gyermekeinek a létszámát, illetve ő névsort is küldött ehhez osztályonként, és úgy osztottuk ki a gyerekeknek név szerint. Kaptak egy nevet, és kaptak egy osztályt. Például Józsikának a második osztályból fogsz te készíteni ajándékot, és így készültek el a csomagok. Úgy próbáltuk összerakni, hogy lányok a lányoknak, fiúk a fiúknak készítsenek csomagot, mégis talán úgy könnyebb összeállítani egy-egy ilyen csomagot. Igaz, a végén már ez logisztikailag kicsit nehezebb volt, de meg tudtuk oldani, és áthidaltuk ezt a problémát. A gyerekek nagyon nagy szívvel és lélekkel készültek erre, hiszen mi katolikus általános iskola is vagyunk, és ebben az iskolában ugye nem csak az alap értékek vannak, hanem a vallási értékek is nagyon fontosak. Ezen belül karácsony tájéken ugye a szeretet az, ami itt az alapkő, és hát ez irányban mondtuk nekik el, hogy hogyan kellene készülni ezzel a csomaggal, és bizony volt akadt olyan gyerek is, akinek könny szökött a szemébe, amikor elmeséltük, hogy ez az akció miről szól, és miért van, és ezért nagyon nagy lélekkel, szívvel készültek, és készítették ezeket a csomagokat. A Siklósi iskola lelkésze nem ismeretlenül kereste meg a tamási pedagógusokat ezzel az ötletével. Elsősorban azért, mert én is ebbe az intézménybe jártam anno, akkor még nem volt katolikus intézmény. Másrészt pedig onnan jött az ötlet, hogy én káplán vagyok Siklóson, Máriagyűdön, előtte pedig Komlón voltam, és Komlón működött ez az angyalbattyú program, és szerettem volna, ha a Siklósi iskola és a Tamási iskola is egy kicsit közelebb kerül egymáshoz. Így kicsit megmozgatjuk a gyerekeket, megtanítjuk neki, milyen az a tevékeny szeretet, úgy adni, hogy nem is ismerem a másik embert. Rászorulnak erre az ajándékra, hogy ők is tudjanak adni, elfogadva érezzék magukat. És azért gondoltam, hogy a Tamási iskola erre képes, és szívből tud adni. A 112 dobozt ünnepélyes keretek között adták át a Siklósi iskola igazgatójának. Hát nagyon örültünk a megkeresésnek, illetve ennek a lehetőségnek. Ott a környékünkön, Dél-Baranyában sok szegény ember van, sok szegény család van, akik így bekerülhetnek hozzánk városiskolába, és természetesen a támogatás, a szociális megsegítés számukra is azt gondolom, hogy nagyon fontos. Igyekszünk mindent megtenni, minden lehetőséget kihasználni, és hát örülünk annak, hogyha valakik észrevesznek bennünket, azt a munkát, amelyet mi végzünk, és ezt még támogatni is tudják. Én nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm a diákok nevében is, hogy részesei lettünk ennek a kezdeményezésnek. Én biztos vagyok benne, hogy a gyerekeink örülni fognak az ajándéknak. Már csak azért is, mert ajándékot kapni mindig jó, és mindenki szeret.
de én azt gondolom, hogy tényleg adni is nagyon fontos. A Siklósi Katolikus Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy ez az akció is mutatja, hogy Tamásiban milyen nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek szeretetre való tanítására is.